mint katonaoktató, a diákjaimat rendszeresen ide az ezredhez hozom ki, és most is, ami itt az elmúlt órákban történt, ez egy nagyon fontos dolog, ahol lehetővé tette az ezred, és persze az iskola vezetése, hogy a mi általunk képzendő kadétok, akik ugye most kezdték 2024-ben a tanulmányaikat, találkozhassanak olyan élsportolókkal, akint élsportolók döntöttek úgy, hogy a katonai pályát fogják választani. Ezek a találkozások azért fontosak, mert a gyerekek egy olyan motivációt meríthetnek a sportolókból, vagy a már eredményeket elért emberekből. Olyan évek óta szolgáló katonákkal is találkoznak, akik a legprofit módon fogják nekik megtanítani azt, hogy hogyan kell újraéleszteni valakit, amit a mindennapokban, otthon, a családban is bármikor szükség szerint alkalmazhatnak. Itt egy kicsit másképp tanulják az elsősegélyt, mint kint a civil életben. Például az elsősegélydobozokban nincs olyan, hogy törniké, nincs olyan, hogy traumakötszer. Itt viszont van. Itt van légútbiztosító eszköz, ami nincs az elsősegélydobozban, és ezeket itt meg tudják tanulni, hogy ezeket hogyan kell használni. A törnikének a használata az egy kicsit hosszú folyamat ugye elmondani szóban, ezt inkább mi gyakorlatban szoktuk átadni, mert szóban nem nagyon értik meg, és ugye ezt kapásból már úgy tanítjuk, hogy gyakorolják is egyben, és lássák azt, hogy hogyan is kell felhelyezni.